Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 11-én. Mielőtt kezdenék ezzel a jóslással, megemlíteném a heti akciót, ami április 18-áig tart. Egy kirakás, egy szerelmi kirakás, de betekintünk a munkahelyi dolgokra is, tehát egy kombináció, és ehhez a kirakáshoz jön még egy asztrológiai elemzés, hogyan tovább, ami a munkát illeti, és hogyan tovább, ami a szerelmi dolgokat illeti. Ez a kedvezmény most fele áron van, és így most a díjam 4250 forint. Most áttérek erre a jóslásra, az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezen a képen láthatóak az érmék. Ezek utalnak pénzügyi dolgokra, vagy a munkahelyi ügyekre. De ezeknél az arany érméknél értékekről is van szó, belső értékekről. Mint például, hogy te értékes vagy számára. Én úgy mondanám, hogy mindkét terület foglalkoztatja őt. Az anyagiak és a munka, de te is, mert mennyire vagy értékes számára, és mennyire értékes ez a párkapcsolat. De ez a kép mesél nekünk valamit, amire oda kellene figyelni. A hölgy előtt ott van egy fa. Én mindig úgy mondom, olyan, mint egy feldíszített karácsonyfa, és ez ragyog kifele. A hölgy ezt figyeli a képen, viszont ezek másokra utalnak. Az ő saját értéke nem a karácsonyfán van, hanem a földön. Neki ezt fel kellene venni, vagy észrevenni azt, hogy ezt ő felveheti. Ezek az értékek nem csak az, ami az anyagiakat illeti, hanem a tehetség, a tudás és a karakter az is számít. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Ez a király szintén az értékekre utal. Természetesen itt anyagi dolgokról is szó van, amit neki most rendeznie kell, de mutatja belső értékeket is, és az kihat most így az érzelmi világába. Érzi azt, hogy mennyire értékes vagy számára. A következő kép azt mutatja, hogy mit közöl veled. Ezen a kártyán láthatunk egy királynőt, és ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, mert erre utalnak a kelyhek. És a víz eleme jelenti az érzelmeket. Az ő szemében te vagy ez a királynő. És te tudsz számára valamit nyújtani, és ezek érzelmek, ez a szerelem. A következő kártya mutatja a napi energiát. Ennek a könyvnek több jelentése van. Természetesen utal tudásra, vagy arra, hogy ti tanultok most valamit. Azon kívül ez a könyv nem nyitott, nem lehet tudni, hogy mi áll benne, így ez utal zárkózottságra. Én nem hiszem, hogy ő eltitkol valamit, inkább azt mondanám, én úgy érzem ennél a kirakásnál, hogy te az ő számára most olyan titokzatos vagy. Nem azért, mert te eltitkolsz valamit, hanem érzi ezt a nőies, titokzatos, misztikus energiát nálad, azon kívül az intuíciódat, a tudásodat, amit ő értékel.
és most áttérek az asztrológia területére. A mai napon a Hold egy jó kapcsolatban áll Uránusz bolygóval. Ez lehet egy jó hír, egy meglepetés, ez utalhat változásokra, egy új kezdetre. Vénusz bolygó még mindig egy jó kapcsolatban áll Jupiter bolygóval, ez hozhat szerencsét, különösen nálunk, hölgyeknél, vagy a szerelmi élet területén. Vénusz lassan-lassan közeledik egy kapcsolathoz Plutó bolygóval, ez lesz egy kihívás, itt arról van szó, hogy akármi történik, meg kell őrizni a belső erőnket, és fontos az, hogy valamit le tudjunk zárni a múltból. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!